Szennyvízberuházás. A fejlesztésnek köszönhetően kétszeresére nőtt a tarpai létesítmény kapacitása. Vadgázolás. Egy applikációnak köszönhetően fél órán belül kiküldhetik a területileg illetékes hivatásos vadászt a baleset helyszínére. Környezetvédelem. Közös konferenciát szervezett az Integráció Minőségi Fejlesztésért Alapítvány és az Euroadvance Kft. Kétszeresére nőtt a tarpai szennyvíztelep kapacitása a létesítmény korszerűsítésének köszönhetően. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A beruházást a kohéziós alap és a hazai központi költségvetési előirányzat több mint 380 millió forinttal támogatta. A fejlesztést a tervezett időpontnál hamarabb sikerült befejezni a nagyközségben. Tarpa nagyközség az alapközművekkel rendelkezik. A településen eddig is volt kiépített szennyvízcsatorna hálózat, mely a vízhasználatból eredő kommunális szennyvizet gyűjti. A korszerűsítésre, bővítésre azért is volt szükség, mert a működő szennyvíztisztító telep hidraulikai kapacitása a keletkező szennyvizek fogadására már nem volt elegendő, hiszen megközelítőleg kétszer annyi szennyvíz keletkezett, mint amennyit a telep elbírt. Ezen felül a tisztítási hatásfok sem volt elegendő. A Tiszaminti Regionális Vízmű 2013. január 1-től üzemelteti Tarpa vízi közműveit. Ekkor már jeleztük polgármesterünknek a szennyvízteletnek a problémáit, azokat a paramétereket, amelyek a telep működésében nem tud. Már akkor az volt a terv, hogy egy beruházás keretében mindenképpen egy új szennyvíztelepnek a alapjait fogjuk lerakni. Hála Istennek mára ez a terv valóságá vált, és mai napon ezt a telepet birtokba is vesszük. Ez a telep már egy jóval hatékonyabb, korszerűbb, energiatakarékosabb telep, és minden olyan paramétert, amit a tisztítási hatásfok előír, ezeket tudja teljesíteni. Dr. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője pozitív eredményként és fontos képviselői feladatként értékelte, hogy Tarpa már kiépült szennyvízhálózattal rendelkezik, hiszen elmondása szerint a környező településeken még nem valósulhatott meg hasonló beruházás. Ez egy 21. századi technológia, ami eleveni szapos tisztító rendszer, ami magyar mérnöki találmány, és külön öröm számomra egy térségi képviselő számára, és mindannyiunk számára is, hogy magyar tervezés, magyar kivitelezés, teljesen magyar beruházás, persze Európai Uniós támogatással. A lakosság a kényelmet fogja érezni, informatikailag vezérelt a rendszer, tehát minimális emberi segítség kell itt a szennyvíztelepen, és hát a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés mindannyiunk számára fontos. Természetesen az is nagyon lényeges, hogy a Tiszába a tisztítás után milyen minőségű, gyakorlatilag szinte ivóvíz minőségű víz érkezik majd be. A vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt határértékek betartása és a megfelelő hidraulikai kapacitás biztosítása csak egy új szennyvíztisztító telep megvalósításával volt lehetséges, tekintettel arra, hogy a régi berendezés felújítása, korszerűsítése gazdaságilag nem volt lehetséges. A projekt az Európai Unió és a magyar kormány finanszírozásával valósult meg a KEHOP program keretein belül. A rendelkezésre álló több mint 380 millió forintos kerethez képest olcsóbban és az áprilisi átadási határidő előtt sikerült a korszerűsítést befejezni, közölte Szécsi Szabolcs, a település polgármestere. Vad ütközés esetén korábban sokáig tartott az illetékes vadásztársaság beazonosítása. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság, a megyei kormányhivatal és a megyei vadászkamara közös együttműködésével elkészült egy olyan alkalmazás, amely megkönnyíti a rendőrségi diszpécserek munkáját, valamint segít hamarabb megtalálni az illetékes hivatásos vadászt, akinek a baleset helyszínén intézkednie kell. Ezzel a kisfilmmel hívja fel a figyelmet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság arra, hogy mik a teendők vadütközés esetén. Ilyenkor a jármű vezetőjének be kell jelentenie a balesetet a rendőrség segélyhívó számán.
A korábbi eljárásrend szerint sokszor nehezen volt elérhető az illetékes vadásztársaság és az ottani hivatásos vadász, azonban egy informatikai fejlesztésnek köszönhetően a diszpécser már perceken belül értesíteni tudja a balesetről a vadásztársaságot. Kollégáink fejlesztő munkájának eredményeképpen a megyei kormányhivatal, mint vadászati hatóság a rendelkezésre álló területi adatokat felvitte egy elektronikus felületre, amit átadtunk a rendőrségnek, illetve a vadászkamara pedig a hivatásos vadászokon keresztül szintén bekapcsolódott ebbe az együttműködésbe. Hát ennek lesz az az eredménye, hogy ha érkezik valahol jelzés egy vadelütésről, akkor azonnal tudni fogják a műveletirányítási központban, hogy melyik társaságot kell kiértesíteni. Én azt gondolom, hogy ez minden tekintetben egy sokkal hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé, és abban bízom, hogy ez el fog terjedni később ez a rendszer az egész országban is, mert hogy nyilvánvalóan, ami nálunk probléma volt, az máshol is probléma. A fejlesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság, a megyei kormányhivatal és a megyei vadászkamara együttműködésében jött létre, melyről háromoldalú megállapodást írtak alá csütörtökön a megyeházán. Egy olyan alkalmazást sikerült így telepíteni a tevékenységirányítási központba, ahol a megfelelő adatvédelmi körülmények mellett online módon azonnal tudunk reagálni, azonnal tudunk intézkedni, és pontosan ismerjük a különböző vadászati területek határait, az ott élő embereknek a felelősségi szintjét, és tudunk ezen keresztül segítséget nyújtani azoknak az állampolgároknak, akik tőlünk kérnek szintén segítséget ügyesbőrös dolgaikban. Dr. Jámbor László, az Országos Vadászkamara elnöke szerint területenként eltérő módszerekkel történik a vadásztársaságok értesítése vadütközés esetén. Sokszor tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a vadütközések jellemzően éjszaka történnek, és ilyen esetekben akár több társaságon és több hivatásos vadászon is keresztül kell jutnia a rendőrségnek. Egy ilyen rendszer, amely ugye teljesen rövidre zár az érintett felek között. Nem kell keresgélni éjszaka azt a hivatásos vadászt, tehát kezdhetném úgy, hogy azt a vadásztársaságot, akihez tartozik a terület, azon belül azt a hivatásos vadászt, aztán még a rendőrhatóságot viszonylag könnyű elérni. És ez a rendszer ezt gyakorlatilag rövidre zárja, és azt kell mondanom, hogy egy nagyon-nagyon okos gondolat volt, és köszönet érinti, vagy köszönet illeti azokat, akiknek ez az agyába fölmerült, illetve az érintett felekkel ilyen szinten ezt végigvitték. Az Országos Vadászkamara elnöke a sajtótájékoztatón hozzátette, országos szintű fejlesztésé nőheti ki magát a szabolcsi kezdeményezés, amely összekapcsolja a vadászati hatóságot, a rendőrséget, valamint a vadásztársaságokat is. Hamarosan lejárnak a diákigazolványokon szereplő érvényesítő matricák. A 2018-2019-es őszi félévre vonatkozó érvényességi idő a hónap végén, vagyis március 31-én megszűnik. A diákoknak érdemes nem az utolsó napokra hagyniuk az új matricák beszerzését, melyeket már átvehetnek az intézményekben. A következő fél évre szóló érvényességi idő október 31-én jár majd le. Korona ifjításokat végeznek a Nyírvévé munkatársai a Kisernő és az Ötvös utca közel 100 éves fáin. A platán és a japán akácok előregedett koronáit és laza korhadó ágait levágták, a fa megmaradt részein található korhadásokat pedig egy speciális, saját fejlesztésű eljárással kezelték. Ahol találtunk problémát, bekorhadást, bármilyen üreget, ezt kitisztítva, egy speciális marófejjel lemarva ezeket a sérült részeket, eltávolítottuk a korhadt farészt, ezt követően sebkezelőanyaggal zárjuk le ezt a felületet, és az üregeket kitöltjük egy speciális keverékanyaggal, ami megakadályozza a kórokozó kártevők, illetve a víz bejutását a fa belsejébe. Ezzel hosszú távon tudjuk stabilizálni a koronát, illetve megakadályozni azt, hogy a törzs belseje további káros folyamatokat vészeljenek át, hogy essenek át rajta. Fontos, hogy a környezetvédelemmel és a klímaváltozással kapcsolatban ne csak a legkisebbek, hanem a felnőttek szemlélet formálása is hatékonyan megvalósuljon, hangzott el az Integráció a Minőségi Fejlesztésért Alapítvány konferenciáján. A Kárpát-medencében a globális felmelegedés elleni küzdelem mellett az ökológiai gazdálkodás megtervezése is kiemelt jelentőségű.
Közös konferenciát szervezett az Integráció a Minőségi Fejlesztésért Alapítvány és a Euroadvance Kft. Szerda délután, ahol kihirdették az alapítvány online környezetvédelmi vetélkedőjének és rajzpályázatának győzteseit. A résztvevők pedig megismerkedhettek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye klímastratégiájával is. Az IMF alapítvány és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés közös projektje múlt évben befejeződött. A másfél éves program eredménye a megyei klímastratégia összeállítása. Jól sikerült az anyag, a Nyíregyházi Egyetem fő kutatóival, professzorival sikerült ezt összeállítanunk, és viszi tovább, tehát az alapítványunk ennek az üzenetét viszi tovább. A legfontosabb kihívások a következőek. Ugye ma is látjuk, hogy az energiahatékonyság és a megújuló energiának az alkalmazása a megyénkben alacsony szinten van. Jönnek azok az intézkedések, főleg állami szektorban levő cégek, önkormányzatok esetében, ahol van napelemnek, napkollektornak a kialakítása, hőszigetelés, de a lakosság szempontjából több ezer, több tízezer családi ház az, amely még felújításra szorul, magyarul energiapazarló. Ez az egyik oldal. A másik oldal a földjeinknek a tönkretétele, elsavanyosodása, nagyon sok műtrágyát használunk. Ezeket a műtrágyákat érdemes lenne mással pótolnunk, érdemes lenne a különböző szintetikus vegyszereket más, például gyógynövény alapú szerekkel helyettesíteni. Szóhóczky Gábor felhívta továbbá a figyelmet az erdők védelmére, a biodiverzitás növelésére, valamint kiemelte az öntözés ésszerűbbé tételét egy nagy vízügyi terv kidolgozásával. Szerinte a megyénken átfutó vizek egy részét vissza lehetne tartani az aszályos időszakok öntözési problémáinak megoldására. A klímaváltozás elleni küzdelem a Kárpát-medencében című pályázat konferenciáján nem csak a megye klímastratégiájának legfontosabb kihívásairól és az ökológiai gazdálkodásról, hanem a környezetvédelem fenntarthatóságáról is tartottak előadásokat. Amikor fenntartható fejlődésről, vagy újabban röviden csak fenntarthatóságról beszélünk, akkor meg kell értenünk, hogy az arról szól, hogy nekünk ma felnőtteknek úgy kell élni, hogy ne vegyük el a gyerekeinknek a jövőjét, hogy nekik is jusson tiszta víz, tiszta levegő, és sorolhatnám tovább. Na most miért a felnőtteknek kell elsősorban szemléletet váltani? Mert hogy mi tartjuk a kezünkben most a világot. Mi tanítunk, mi vezetjük a cégeket, mi hozunk törvényeket, és a többi, és a többi. A fiatalok sajnos nincsenek abban a helyzetben. De majd fogom nekik mondani, hogy legyenek szívesek, hozzanak bennünket ebbe a helyzetbe, mert úgy néz ki, hogy magunktól nem nagyon akarunk váltani. A rendezvényen elhangzott továbbá, hogy a megyei klímastratégia részeként szerepel egy olyan tanácsadói iroda létrehozása is, ahol a lakosság felvilágosítást kaphatna hatékony környezetvédelmi módszerekről. A programsorozatot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. A daganatos betegségekből gyógyulók és a gyógyultak számára fontos, hogy ne maradjanak magukra a küzdelemben. Közösségekben és különböző klubokban egymást segítve tudnak a legkönnyebben visszakapcsolódni az élet normális kerékvágásába. Erre hívja fel a figyelmet Oncz Illésné kézműves gyöngyfűző kiállítása a megyei könyvtárban. Akit utolér ez a csúnya betegség, az próbáljon meg nem begubózni, hanem keresni olyan közösségeket, klubokat, tehát nem elsősorban orvosi segítség az, ami segíteni tud, hanem egy olyan közösség, ahol szintén ezekkel a problémákkal élő emberek élnek együtt, vagy foglalkoznak együtt. És nagyon sok segítséget tudunk egymásnak nyújtani. Kettő-nullás győzelmet aratott a Nyíregyháza Spartakusz a Siófok ellen a másodosztályú labdarúgó bajnokságban. A csapat vezetőedzője szerint nem volt könnyű talpra állni a Vasas elleni vereség után, de a mostani eredményből is látszik, hogy jó irányba halad a felkészülési folyamat. Ezt újra bizonyíthatják következő vasárnapi mérkőzésükön. Hétközi fordulóban játszott a Nyíregyháza Spartakusz. A Siófok ellen léptek pályára szerda este a Városi Stadionban mintegy 550 néző előtt. A döntetlennel záruló első félidő után a csapat végül 2-0-ra múlta felül a balatoni együttest. A gólok a 60. és a 91. percben születtek. A Spari vezető edzője szerint minden játékos hozzátette azt, ami kellett ehhez az eredményhez.
Kiemelnénk egy kicsit a fiatalokat, két fiatalt ebben az esetben, mert mondom, ők azok, akik egysorban, hogy kezdőben volt a kis Tarasta, aki gyönyörű gólt is rúgott, de nem csak a gól miatt, hanem az összes játéka miatt. Akkor meg a kis Kovács, aki beállt másik fél időben, aki magával hozta azt a teljesítményt és azt a megoldást, amire szükség volt abban a pillanatban, és ebből a két-két pillanattal a csapat tudott 3 pontot szerezni. A szakember úgy látja, a csapat megmutatta, hogy van ereje, karaktere, és hogy vissza tud térni arra a szintre, amit építettek az utóbbi 2 hónapban. Mint televíziónknak elmondta, azért is értékes ez a 3 pont, mivel nem volt könnyű felállni a Vasas elleni vereség után, és ez az eredmény is igazolja, hogy jól haladt a felkészülés az elmúlt időszakban. Már hétről hétre lehet látni, hogy alakul a gerinc, hogy már alakul az a csapat, amelyik tudja vinni ezt a klubot előre. Azt mondom, hogy továbbra kell építeni, vannak persze még hiányosságaink, amit kell dolgozni. Hétről hétre, vagy napról napra ezen dolgozunk, csiszoljuk, próbáljuk ezt minél hamarabb helyreállítani, és abból próbálunk minél eredményesek lenni. Úgyhogy van mit dolgozunk, van mit csinálunk, de a teljesítmény mondom, hogy meccsről meccsre jobb elemeket mutat, és erre kell törekedni, hogy az minél pozitívan és minél hamarabban érjen arra a szintre, hogy akkor az eredmény is olyan legyen. A Spari 34 pontjával a 13. a húscsapatos másodosztályú tabellán. A csapat legközelebb vasárnap a Csákvár vendégeként növelheti pontjai számát. Toborzó rócsóval és nyári táborral népszerűsíti a kosárlabdát a Nyíregyházi Sportcentrum. Előbbi keretében a következő hetekben minden iskolát próbálnak felkeresni a városban, hogy megszerettessék a sportágat a gyerekekkel. A hozzájuk csatlakozó fiataloknak a tervek szerint már május-júniusban edzéseket tartanak. Azok pedig, akik nyáron sem szeretnének program nélkül maradni, kosaras táborban is részt vehetnek. Miközben fontos meccsek előtt áll a Blue Sharks férfi kosárlabda csapata, az utánpótlás nevelésről sem feledkeznek meg a városban. Különböző programokkal hívja fel a figyelmet a sportágra a Nyíregyházi Sportcentrum, amely már a jövőre is gondol. Ez azért fontos egy klubnak, főleg a sportcentrumnak, mert ahhoz, hogy minőségi játékosokat tudjunk nevelni, ahhoz úgymond az alján meg kell lenni a mennyiségnek. Ez az egyszerű matematika, tehát minél többen elkezdenek játszani, egy nagyobb a valószínűsége, hogy több játékost tudunk majd kinevelni a felnőtt csapat számára. És nagyon szeretnénk, hogy minél több gyerek csatlakozzon hozzánk, emiatt, hogy egy olyan utánpótlás bázissal tudjunk rendelkezni, ami itt a keleti régióban egyedülálló. Jövő héten toborzást indítanak. Egy roadshow keretében 2 hónap alatt a város minden iskolájába próbálnak ellátogatni, hogy megkedveltessék a sportágat a fiatalokkal. Bemutató edzéseket tartsanak nekik, és hangsúlyozzák, hogy itt helyben minden feltétel adott a kosárlabdázáshoz. Az érdeklődő gyerekek várhatóan május-június környékén már edzéseken is részt vehetnek, nyáron pedig egy 5 napos tábor során pillanthatnának bele, milyen keretek és lehetőségek között dolgozik már egy felnőtt csapat. Ez a tábor, ami off-season camp néven fog futni, július 29-én fog kezdődni, és augusztus 2-áig fog tartani. Minden kosárlabdát szerető gyereket várunk, előképzett gyerekekről van szó. Ez egy olyasmi alapozásra felkészítő tábor lenne. A gyerekeket megismertetjük az új dolgokkal, amiket az európai top csapatok is alkalmaznak a táborokba, illetve rávezetjük az alapozásra a gyerekeket, és egy plusz mozgást biztosítunk a nyár folyamán a gyerekeknek. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének egyik célja, hogy az utánpótlás válogatott minél jobban tudjon szerepelni. Mint a Sportcentrum sportigazgatója is kiemelte, ehhez mindenképpen szükséges, hogy a folytatásban egy kicsit másképp dolgozzanak, és a fizikális képességekre is nagyobb hangsúlyt fektessenek. Szeretnénk mi is egy picit változtatni a képzésünkön, és a minőség felé még jobban eltolódni. Ez nem biztos, hogy minden esetben, minden pillanatban tetszeni fog a gyerekeknek, hiszen a kondicionális képességek fejlesztése nem mindig a legkellemesebb. Viszont amikor valaki erős, és valaki sok mindent kibír,
és kint a pályán a 40. percben is meg tudja verni az ellenfelét, és érzi, hogy erősebb, mint az ellenfele, akkor az egy nagyon jó érzés, és úgy gondolom, hogy akkor meg tud térülni az a munka, amit bele kell fektetni annak érdekében, hogy erősebbek és fittebbek tudjunk lenni, mint az ellenfelünk. Sitku Ernő hozzátette, nagyon örülnének annak, ha a fiú csapatok nem csak a B csoportos küzdelmekben tudnának helyet kapni, hanem felkerülnének az A csoportba, és ott meg tudnák állni a helyüket. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Befejeződött Tarpa nagyközség szennyvíz tisztításának és bővítésének korszerűsítése csütörtökön. A projektet a kohéziós alap és a hazai központi költségvetési előirányzat több mint 380 millió forinttal támogatta. A beruházással a szennyvíztelep kapacitása kétszeresére nőtt. Ha valaki elgázol egy vadat, azt be kell jelentenie a rendőrségen a 112-es segélyhívó számon. Korábban sok esetben okozott nehézséget, hogy a rendőrségi tevékenységirányítási központ diszpécserei megtalálják a területileg illetékes vadásztársaságot és a helyi hivatásos vadászt. Egy összefogásból fejlesztett alkalmazás segítségével azonban ez az idő fél órára rövidült. Fontos, hogy a környezetvédelemmel és a klímaváltozással kapcsolatban ne csak a legkisebbek, hanem a felnőttek szemléletformálása is hatékonyan megvalósuljon, hangzott el az Integráció a Minőségi Fejlesztésért Alapítvány konferenciáján. A Kárpát-medencében a globális felmelegedés elleni küzdelem mellett az ökológiai gazdálkodás megtervezése is kiemelt jelentőségű. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, március 7-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Változóan felhős idő várható, majd estétől megnövekszik a felhőzet, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A délnyugati szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik, majd éjszaka mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6-10 fok között alakul. Pénteken kezdetben erősen felhős lesz az ég, majd kora délutántól felszakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan eső, zápor előfordulhat, a nyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 fok körül alakul. Pénteken egy gyengülő hidegfront éri el országunkat, kissé mérséklődik a nappali felmelegedés, és helyenként eső, zápor is lehet. A következő napokban többször is elérik a Kárpát-medencét a nedves léghullámok. Kezdetben elszórtan, vasárnap délutántól észak felől egyre több helyen várható eső, zápor eső. A délnyugati, majd az északnyugatira forduló szelet gyakran kísérik majd erős széllökések. Fokozatosan gyengül a nappali felmelegedés.